A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Atya Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint olvasom a Máté evangéliumából a 20. fejezet első 16 verséből. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek, és ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanúgy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük. Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak. Mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. A kegyelem Istene tegye áldottá szívünkben az ő igéjét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áld és dicsér téged a szívünk ezen a mai reggelen. Hadd lássunk téged. Hadd lássunk téged így, amikor együtt magasztalunk téged énekszóval, az ige hallgatásával, közös imádsággal. Mert olyan jó, hogyha érezzük, hogy te ott vagy a közelünkben, és látjuk a te kezed munkáját az életünkön. Sok minden van az életünkben, ami történt velünk, sok minden van mögöttünk az elmúlt héten, de szent lelkedet küld most el közénk, és segíts nekünk teljesen elcsendesedni itt a te közeledben. Segíts, hogy oda tudjunk figyelni a te számunkra elkészített evangéliumodra. Segíts, hogy annak szava ne csak a fülünkig, hanem egészen a szívünk legmélyéig jusson el, és maradjon ott. Így kérünk téged, légy most közöttünk, fogadd kedvesen az énekszónkat, az imádságunkat, a szavainkat, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amelynek alapján az ő lelke segítségével bizonyságot kívánok tenni közöttetek, és amely írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetében, annak válogatott verseiben. Némelyek, akik Júdeából jöttek le, tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is
menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és ezt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókiába, mégpedig Júdást, akit Barsabbásnak hívtak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között. Ezt a levelet küldték velük. Mi, az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiókiai, szíriai és cilíciai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, egymás között egyetértésre jutva, jónak láttuk, hogy férfiakat válaszunk és küldjünk hozzátok, ami szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők tudtotokra adják ugyanazt élő szóval. Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges, hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a parázdaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben! Kedves testvérek, ha egy kicsit visszamegyünk a múlt vasárnapra, a missziós nyár lelkületével, akkor látjuk azt a felolvasott igény keresztül, hogy a nyár, ez a missziós nyár folytatódik az apostolok körében is. Mégpedig egy hatalmas és történelmi sorsdöntő tanácskozással. Utólag hívjuk ezt zsinatnak a mai értelemben véve, de hát ugye akkor még nem kifejezetten egyházi emberek a maguk titulusával, megnevezésével gyűltek össze és tanácskoztak, de a lényege ugyanaz volt, az apostolok gyűltek össze Jeruzsálemben, mert a gyülekezetben felmerültek, illetve az egész első egyházban, mondhatom így, felmerültek olyan problémák, amiket fontos volt megbeszélni. Nem lehetett azt mondani, hogy hát ha legközelebb arra vissza az utam, majd kitérünk erre is, és akkor kitalálunk valami megoldást, hanem sürgető volt ennek a megoldása, hogy egy egységes rendje, egy egységes szabályrendszere legyen az akkori gyülekezetnek. Akkor még nem tűnt ennyire történelminek és sorsdöntőnek ez az esemény, egyszerűen csak adódott egy helyzet, ami megoldást igényelt. Mi is volt a probléma? A zsidó és a nem zsidó keresztjének között nézeteltérés támadt, és nincs ezen semmi elítélni való, nem mondhatjuk azt, hogy az egyik rosszabbul gondolta a másik meg jobban, mert teljesen természetes, hogy egy közösségben, és itt gondolok a legkisebb egységre, tehát a családra is, a családtól kezdve, a közösségekben, igenis, adódhatnak olyan helyzetek, hogy mivel különböző helyekről származunk, különböző múlttal, különböző kulturális örökséggel, társadalmi örökséggel rendelkezünk, az ilyen dolgoknak muszáj összecsiszolódni. És akaratlanul is jönnek dolgok, amikben nem értünk egyet, te miért így jöttem, miért úgy jöttem, miért nem hallgatsz, te miért állsz fel, nálunk ez így volt, nálatok az úgy volt. Tudjuk jól, egy családban is megvan ez, mert mindenki hozza otthonról a maga örökségét. És egy nagyobb közösségben is. Igyekszünk kialakítani egy egységes rendszert. Hát ott is ez volt a probléma, hogy némelyek, így olvastuk,
a farizeusok pártjából lettek hívőké, és kötelezték volna a pogány származásokból lett, tehát a pogányokból lett keresztényeket, hogy először legyenek zsidók minden belejárójával, és utána majd akkor sorban állhatnak az üdvösségért. Ezt most nagyon hétköznapi módon fogalmaztam meg, de bennük ez igen keményen jelen volt. Egyszerűen nehezen tudták elfogadni a farizeusi mi voltukból, a múltjukból kifolyólag, hogy mi olyan sok mindent megtartottunk, mi számos törvénynek eleget tettünk, és akkor valaki meg jön így kívülről, és akkor csak szépen leül és tag, és akkor nem kérünk tőle semmit. Ennek a jeruzsálemi tanácskozásnak, gyűlésnek tehát az volt a célja, hogy egységet teremtsen, és feloldja a felmerülő viszályokat. Mert egyáltalán nem volt szükség arra, hogy vidékenként széthúzzanak ezek a közösségek. Fontos lett volna tehát a farizeusokból lett keresztények számára, hogy mindenki először zsidóvá legyen, oda tartozott a körülmetélkedés, ugye ez egy Ábrahámmal kötött szövetség volt, és a mózesi törvényeknek, a soknak, nem csak a 10 parancsolatra gondolnak itt, a megtartása. A hétköznapi életben olyan sokszor mondjuk dolgokra azt, hogy nem üdvösség kérdése. Tesszük ezt akkor, amikor valami olyasmiről tudunk lemondani, ami számunkra elengedhető. Érezzük azt, hogy a lényeg ugyanaz marad, nem csorbul azáltal, hogy mi engedünk, talán csak a saját elvárásaink, a saját kis bögetnénk az, amit le kell tennünk, és azt mondjuk, nem üdvösség kérdése, megoldható, bele tudunk menni így is egy adott helyzetbe. Fontosabb a békesség, mint hogy ragaszkodjunk ahhoz, amit mi elgondoltunk. Nos, itt ezek az emberek nem tudták ezt mondani, hogy nem üdvösség kérdése. Nem tudták elengedni ezeket a törvényeket, nem tudták elengedni mindazokat a szokásokat, amiket ők a zsidó hagyományaikból hoztak magukkal, és nem tudták azt mondani, hogy nem ez a fontos, hanem egyedül Krisztusra tekintsünk, és benne legyünk egyek. Meg voltak róla győződve, hogy előbb zsidónak kell lenni ahhoz, hogy aztán keresztényként üdvözülhessen valaki. Nem tudták felfogni. Még nem értek meg a szívükben arra, hogy lássák, hogy a kegyelem az túlárad a kiválasztott nép korlátain. Túlárad a külsőségeken, mint például a körülmetélkedés, vagy az összes mózesi törvénynek a megtartása. És igen, talán ott volt bennük némi nehezkelés is, mint a példázatbeli munkásokban. Nehogy ennyire egyszerű legyen ezeknek az embereknek. Mi kiskorunktól fogva szigorúan megtartjuk az előírásokat, a törvényeket, a szüleink alávetnek minden egyes beavatkozásnak, ha tetszik, ha nem tetszik, ha kényelmetlen, ha nem kényelmetlen. Ők meg csak így minden macera nélkül jönnek, és szavok, és jaj de jó, és örüljünk ennek. A génjeiben hordozzuk a népünk fájdalmát, az egyiptomi szolgaságtól kezdve a pusztai vándorláson keresztül, a sok-sok megpróbáltatásig, és akkor itt vannak ezek az emberek, akik lehet, hogy tegnap még egy bálványáldozati partin voltak, és most meg itt vannak, és nem kérünk tőlük semmit. Csak azt mondjuk, hogy jaj, ne tegyétek ezt többet. És ugyanúgy részesülnek a kegyelemben, ugyanúgy részesei lehetnek az üdvösségnek. Ez nem fair. Itt valami hiba van ebben a rendszerben. Legalább szenvedjenek egy kicsit. Hát érezzék a súlyát annak, hogy mit jelent Isten népéhez tartozni. Ez nem csak egy olyan egyszerű dolog, hogy egyik oldalról, az utca egyik oldaláról átmegyek a másikra, és meg is van oldva. Bizony nagyon sokszor nem Isten az, aki ránk rak elviselhetetlennek tűnő terheket, hanem mi magunk. És mi magunk várjuk el, hogy hát, ha már keresztény vagy, meg ha ide akarsz tartozni, akkor légy szíves, tegyél valamit, amitől úgy érzed, hogy ez egy szoros dolog, tehát nem olyan kényelmes, hanem valamit le kell tenni az asztalra.
16-17 éves lehettem, frissen a konfirmáció élményével, nekem nagyon sokat jelentett a konfirmálás maga. Egy ifjúsági táborban vettem részt. Hegyek, patak, minden, napfelkelte, naplemente, minden gyönyörűséges, bent Erdély közepén valahol. Fantasztikus környezetben, fantasztikus társaságban. És egész héten keresztül minden este meghallgattunk egy igehirdetést, ilyen evangelizáció jellege, és a hét végén egy szabadtéri úrvacsora vételre került sor. Nagyon izgatott voltam, nagyon vártam, mert hát ugye eddig csak templomi keretek között, azzal a szokással, amit hordozott magában a saját gyülekezetem, tehát hogy lehajtott fővel, sötét ruhában, fel nem pillantva ott az úrasztalánál, egy teljesen felszabadító élménynek néztem elébe. És a lelkipásztor a vasárnapot megelőzően, az esti istentiszteleten, ez egy bűnbánati felkészítő istentisztelet is volt, mind a mellett, hogy megvolt a bűnbánati jelleg ennek az istentiszteletnek, kihangsúlyozta azt, hogy nézzünk szét, és lássuk meg Isten keze munkáját magunk körül. A hegyeket, azt a szép tájat, ahol vagyunk, a csörgetező patakot, az egésznek az atmoszféráját, ahol vagyunk, és nehogy meglássa, hogy valaki szomorúan megy az úrasztalához. Mert amikor ilyesmivel vagyunk körülvéve, amikor ennyire kézzel fogható számunkra Isten ajándéka, hát tessék úgy hálát adni, hogy ott ragyog bennünk a megszabadított gyermek mosolya. És ez nekem olyan sokat jelentett, hogy szerintem mosolyogva aludtam is el, és úgy keltem reggel, és már alig vártam, hogy akkor menjünk úrvacsorázni, és részt vettünk, és nagyon jó volt, és én tiszta szívemből mosolyogtam, és úgy mentem, hogy ezen nem újjon, rajtam minden fog látszani, amit itt átélek, mert nem kellett tennem magam, nem kellett erőködnöm hozzá, annyira szíven ütött ez az egész, és utána még inkább szíven ütött az, hogy az istentiszteletet követően félrehívtak, és azt mondták nekem, hogy hát mégis hogy álltál ott? Hát nem lehet ilyen inci-finci keresztényként. Hát tessék ezt komolyan venni. Az úrvacsorázás, és ez egy komoly dolog, és lehajtott fővel, és nem mosolygunk ide-oda. És megvoltam többen, és azt mondtam, hogy ez most ki várja el tőlem? Hát én megvoltam róla győződve, hogy Istennek az a tetsző dolog, ha látja rajtam, hogy én igenis boldog vagyok, és tudatában vagyok annak, hogy én az ő megváltott gyermeke vagyok, és akkor én nem ragadhatom vissza állandóan a nyomorúságomat és a bánatomat. Hát ezzel tettem bizonyságot arról, hogy én ezt mind elhiszem és megélem. Akkor már 10 évesen szembesültem ezzel, de még nem értettem, hogy ami terhet viselünk, azt mi rakjuk minden másra. Mert valamit elvárunk a másiktól, te csak ne élj boldogan addig, míg meg nem halsz. Tegyél valamit azért, hogy lássuk az elköteleződésedet. Később is az életem során nagyon sokszor megtapasztaltam. Isten megszabadított helyzetekből, terhektől. És le tudtam tenni. Nagyon kerestem, hogy biztos, vagy ez csak megint egy olyan tinédzserkori tévedés lesz, hogy én úgy érzem, hogy szabad vagyok dolgok alól. És amikor választ kaptam Isten igéből is arra, hogy igen, Isten megszabadított téged a terheidből, megbocsátja Jézus Krisztus miatt mindazt, amit tettél, minden bűnödet, és ez alól nincs kivétel, akkor megint a környezetemből jött az, hogy na csak vegyél vissza a mosolyból. Tehát mi gürizünk, mi szenvedünk, mi kínlódunk, nem lépünk ki csak így úgy, mint te, nem választjuk a könnyebb megoldást, hát akkor te se legyél annyira felszabadult és boldog. Milyen rossz ez? Hogy nem tudjuk elfogadni ezt az isteni egyenlőség jelet egymás között, úgy, ahogy a szőlőmunkások is. Hát mit vagyunk reggeltől, tűzolja a nap a fejünket, mert felkapáltuk az egész szőlőt. Akik délután jöttek, azok csak ott az aljában valamit összegyűjtöttek, és ugyanannyi a fizetségük, mint nekünk. Nem így állunk egymáshoz. Egész életemben, gyerekkoromtól, ha untam, hanem ott lógattam a lábam a templomba, és akkor jön valaki,
És még lesz is belőle valami a gyülekezetünkben, tisztséget kap, vagy ilyesmi. Nem ez a rendje. Emberileg nézve ez így nem igazságos, nem fel. Itt voltak tehát ebben az első gyülekezetben is az egymással szemben álló felek, és azt mondták, itt valami igazságot kell tenni. Jussunk egyességre. Pálnak és Barnabásnak azt olvastuk, hogy nem kis viszálya és vitája támadt ezzel kapcsolatban. Mert mi lett az első apostoli zsinat fő napirendi pontja? Az üdvösség kérdése. Ki az, aki üdvözül? Hogy mit csináljunk? Legyünk zsidók, ne legyünk. Milyen utakat járjunk be, hogy eljussunk az üdvösségig? Mi is az üdvösség kérdése? A külsőség? Hogy én hogy jövök el, vagy hogy veszek részt egy Isten tiszteleten? Milyen külsővel? Hagyomány, hogy mit hozok magammal? Hogy kell viselkedni egy adott helyzetben? Vagy pedig a Krisztusban való hit? Mert aki hisz, az üdvözül. Mióta ebben a gyülekezetben vagyok, az Úristen róla, mint egy hagymáról, így veszi le a rétegeket. És nem mindig fájdalommentes ez a rétegleválás rólam, de rá kellett jönnöm arra, hogy valóban olyan sok mindent hozok én is. Nem hibáztatok ezért senkit. A szüleim úgy látták jónak, hogy úgy neveljenek, ahogy. Nagyszüleim, és hozok egy örökséget magammal. És abban annak megvolt a maga szépsége, megvolt a rendje. Nekem nem kell ezt feltétlenül elhagynom. Nem kell azt mondanom, hogy minden rossz volt, ami eddig történt, és ahogy eddig képviseltem magam, vagy viseltem magam egy Isten tiszteleten. De nem szabad úgy megállnom az ajtó, hogy na lássuk csak. Akkor itt most hányan is vagyunk, akik beleférnek az én értékrendszeremben. Nem szabad az ítélkező szemével néznünk egymásra. Ez az Úristennél van. Ő nem azt nézi, hogy mi van kívül, hogy ülünk itt, esetleg milyen gondolatok cikáznak most át rajtunk, hanem ő mindent tud, a múltunkat, a jelenünket, a jövőnket, belelát a szívünk legmélyébe. Mi tehát az üdvösség kérdése? És amikor azt mondjuk, hogy nem üdvösség kérdése, és legyintünk, ennek nem csak ez az első vonzata van, amit most itt végigvezettem, hanem van egy másik is, amikor sajnos nagyon sokszor elsikkadnak fontos dolgok. És hajlandók vagyunk egy új hatásra lemondani mindarról, ami addig fontos volt nekünk. De ezt nem kell megtenni. Ha fontos volt nekünk, ha a mi hitünk úgy áll meg, ha nekünk kell az a körülmény, kellenek azok a külsőségek, szabadok vagyunk arra, hogy ezt igenis megteremtsük, és meglegyenek, és minket ez közelebb vigyen fizikailag is az áhítathoz. Számunkra mi az üdvösség? Mi jelenti az üdvösséget? Van-e üdvösségünk? Gimnazista koromban volt egy nagyon idős vallástanárom. Egy idő után, amikor láttam, hogy jön fel, én vagy fennebb mentem egy emelettel, vagy gyorsan lesz. Nem akartam vele találkozni, vagy gyorsan leszaladtam valahova. Mert amikor meglátott, mindig elállt a folyosót, széles kartkitárással, és azt mondta, Eszterként, van-e üdvösséged? És én ettől kezdtem már nyújtogatni a nyakamat, hogy hát ez a válasz, hát honnan tudjam én azt? vagy mit szoktam mondani? Hát majd odafent kiderül, ugye? Mert ezek olyan válaszok, hát ki vagyok én, hogy megmondjam, van-e üdvösségem? És már érettségi előtt azt mondtam, hogy hát nem lehet így befejezni. Ezzel a tanárommal vagy találkozom utána, vagy nem. Hát kérdezzem már meg, hogy ha én ezt visszakérdezem, ő mit mond? És azt mondta, hogy hiszed azt, hogy Jézus Krisztus a te megváltód? Igen, hiszem. Akkor mit vacakolsz? Akkor mondhatod azt, igen, nekem van üdvösségem. Igen, van. Nem kell még plusz hozzátenni valamit. Nem kell azt mondani, hogy hát ő elvégezte, de azért még én tudok olyat csinálni, amitől elveszthetem. Hiszem azt, hogy ő megszabadított engem. Hiszem azt, hogy általa Isten gyermeke vagyok. Akkor, ha megkérdezik, drágáztak én, vagy az, aki van-e üdvösséged, tudjam azt mondani, igen, van, mert hiszek Jézus Krisztusban. Nem a mi lerótt munkánk, sokszor fölösleges áldozathozatalunk számít,
hanem a Jézus Krisztus értünk megtett váltsághalála késztet a munkára vagy áldozatra. Tetszenek érteni? Tehát nem ott kezdődik, hogy én felvállalok különböző dolgokat, amik alatt nyüglődöm, izzadok, és azt mondom, csak egyszer legyek túl rajta, hanem mivel Jézus Krisztus értem meghalt, ez engem arra indít, hogy én tudjak érte áldozatot hozni, hogy én tudjak érte fáradozni. De ez nem lesz bennem keserűség forrása. Folytatódik tehát ez a tanácskozás, az első apostoli zsinat, hatalmas vita lehetett ott. Ez nem egy olyan kérdés volt, amire azt mondták, hogy na akkor van 20 percünk, legyünk túl rajta, és akkor menjünk tovább. Ez egy lényegre törő kérdés volt, ezt tovább kellett adni a gyülekezeteknek. És megszületik a megoldás. A jakabi megoldás, ha mondhatom így. Hát ő azt javasolja, nem, a körülmetélkedést ezt vegyük ki. Tehát fizikailag, vagy szertartásbevileg nem kell zsidónak lenni valakinek ahhoz, hogy üdvözüljön. De akkor egyezzünk meg, hogy milyen törvényeket tart be mindenki, és ez mindenkire vonatkozik, zsidóra és nem zsidóra egyaránt. És ebben a négy törvényben egyeztek meg, tehát ezt tartották meg, tartózkodni kell a bálványáldozati hústól, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tényleg két héttel azelőtt azt mondták, hogy mi ebben ültünk fel, most ott találkozunk a barátainkkal, elmegyünk, nem hiszünk benne, de hát részt veszünk azon a bálványáldozaton, nincs abba semmi, meg hát az utána a vacsorán is. Nem. Keresztény vagyok, akkor nem veszek részt többet ezen, és a barátaim tiszteletben tartják majd, vagy a családtagjaim. Tehát tartózkodni kell a bálványáldozati hústól, a vértől, vagy a ki nem vérzett állat húsának fogyasztásától, és a paráznaságtól. Kell ezt magyarázni? Azt hiszem nem. Ez egy olyan dolog, amihez talán annyit mondhatunk, hogy ha eddig belefért valami az életedbe, most gondolkozz el, hogy te kit követsz, kinek a gyermeke vagy, kiben hiszel, és tudd azt mondani, miatta nekem most már nem fér bele. Én ezt többet nem akarom csinálni. Nem magam miatt, nem az apostolok miatt, nem az egyházi vezetői miatt, nem a lelkészem miatt, nem a gyülekezet miatt elsősorban, hanem Krisztus miatt. Mert engem ő átformált, a szívemet átformálta. Kinek a szándéka, kinek az akarata érvényesült ezen a gyűlésen? Pálé, Barnabásé, Jakabé, nevezhetünk meg így embereket, hogy jól van, aztán majd lesz egy hatalomváltás, és fordul itt a kocka, majd enyhülnek a törvények. Melyik apostoli? Honnan tudjuk, hogy ez egyáltalán helyes-e? A következő vers tesz róla bizonyságot, ezt alá is húztam magamnak. Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges. És ebben van az egész mai evangéliumnak a lényege. Ne tegyünk egymásra több terhet annál, mint ami föltétlenül szükséges. Ezeket a törvényeket mindenki fel tudta vállalni, mindenki meg tudta tartani. És valóban vannak olyan részletek, akár ma is, egy gyülekezet életében, amire kell tudjuk azt mondani, hogy ez nem üdvösség kérdése. De ami az, azt tartsuk meg, és ebben tudjunk egységesen gondolkozni. A Szentlélek vezetésével jutottak el ide az apostolok, és így született békesség. Hogy elégedettek voltak-e? A farizeusokból lett keresztények is, és mindenki? Egy történet jutott eszembe, három ember van, mind a háromnak egyformán 20 ezüst a fizetése. Csak hogy az egyiknek múlt héten még 30 volt, a másiknak 20, és a harmadiknak 10. Melyik az elégedettebb? Melyik a boldogabb? Mindig tudjuk azt mondani, hogy valami gubi van az Úristen rendszerében, mert az nem létezik, hogy ennyire egyenlőek legyünk előtte, és ennyire egységesen kapjunk mindent. De tegyük fel magunknak a kérdést, ha egy kicsi méltatlankodás születik meg bennünk. Megrövidít engem a másik ember attól, hogy elfogadja Isten túláradó kegyelmét? Attól kevesebb kegyelem jut nekem?
Hát nem ugyanúgy Isten gyermeke maradok én is. 20 ezüst az enyém is, 20 az övé is. Mert ő ezt kapta. És Isten jónak látta, hogy adja neki. És nem elégedetlenkedhetek, nem zúgulódhatok. Mert bizony mi is vagyunk úgy valóban, mint azok a munkások, azt mondjuk, ha én szenvedtem, szenved te is. Ha nekem meg kellett vonni magamtól valamit, vonj meg te is, menj azon keresztül, ami én. Ha le kellett mondanom dolgokról, tedd meg te is, hát miért fáj nekem? Ha a másik látszólag könnyebben megúszta ezt az egészet. Isten a bíró. Isten a mi atyánk. Ő tesz dolgokat úgy, ahogy jónak látja. Engem nem rövidít meg ezzel. Isten kegyelme árad akkor is, ha nem értek vele egyet, és arra is, akivel nem értek egyet. Mert ez az ő kezében van. Ne tegyünk hát több perhet egymásra, mint amennyi szükséges. Egy gyökös idézettel hadd fejezzem ezt a gondolatot. Vegyük komolyan, többet nézni a gazdára, mint egymásra. Többet törődni azzal, hogy mi követjük-e őt, mint azzal, hogy a másik hogyan követi. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te minden élethelyzetben megtalálsz bennünket a te igéddel. Meg kell vallanunk te előtted, hogy igen, nagyon sokszor hajlamosak vagyunk erre a nagymértékű különbségtételre, hogy ki hanyadik lehet a sorban, amikor megállunk te előtted. Bocsásd meg nekünk az ítélkező lelkületet, és nevelj bennünket egyességre, benned való békességre, arra, hogy valóban egyre többször rád figyeljünk, és ne a másikat nézzük, hogy hol áll a mérlegen. A veled való saját kapcsolatunk igazgatására törekedjünk, és arra, hogy mi hogyan állunk meg te előtted, és ne engedd, hogy akárcsak egy kicsi ítélkezés is legyen bennünk, amikor egymásra tekintünk. Köszönjük neked, Istenünk, azokat a közösségeket, amelyekkel megajándékoztál bennünket, a családunkat, a gyülekezetünket, a munkatársi közösségünket, a barátainkat, azokat, akik körülvesznek bennünket a mindennapi életben. Add, hogy olyan lelkülettel tudjunk élni közöttük is, hogy a te benned való egységnek és a veled való békességnek lehessünk a hirdetői, a továbbadói. Kérjük a te áldásodat erre a napunkra továbbra is. Őrizd meg életünket, szeretteink, családtagjaink életét közel és távol. Légy mindannyiunk őriző pásztora. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek végtelen szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk most és mindörökké. Amen. Áldás békesség. Köszönjünk el egymástól, amennyire a helyzet engedi. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.